Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Ne engedd! El kell valamit meséljek. Itt a mellettem lévő széken kellene ülni Béla bácsinak. Mindjárt elmesélem, hogy ki Béla bácsi. Középre ülök, mert sajnos nincs itt ő, és nem is lesz. Nemrég kórházban feküdtem pár napig, és a kétágyas kórteremben mellettem feküdt Béla bácsi, egy szimpla öregember, magyar ember, és elmesélte egyik este az életét körülbelül 4,5 óra hosszat tartott. Olyan volt, mintha a tűt felraknánk a barázda elejére, és mindenféle kitérő nélkül szép, sorjában, életszerűen elmesélte egész életét. Elmesélte a fiatalságát, elmondta, hogy került gyimes középlokra, hogy harcolt ott az oroszok ellen, hogy tudott onnan hazajönni Magyarországra mégis, és ahogy hazaért április 4-én, hogy fogták el az oroszok, és hogy vitték el Málenki robotra, hogy telt az a következő 3 év, onnan hogy került haza, és máig, mik történtek életében, elmesélt szerelmeket, elmesélte a család alapítást és a gyerekek történeteit. És én csak hallgattam, mert ilyen szépen összefoglalva életet még ritkán lehetett így egyben hallani. Sajnos nem volt nálam a diktafonom, pedig mindig magammal szoktam hordozni. Kértem, hogy mesélje ezt el majd még egyszer, majd amikor lakásán felkeresem, és azt mondta, hogy ő ezt már többet nem meséli el. Kérdeztem, hogy miért? Miért gondolja ezt így? Azt mondta, hogy az unokáit már nem érdekli, és az unokáinak meg már nem lesznek unokái úgysem, mert a felmelegedés, meg különböző háborúktól félvén nem gondolja, hogy olyan hosszú lesz még a családja története. Elgondolkodtatott ez engem, mert az a sok magyar ember, aki ide született, és még ide születni fog, az egy nagy egységet alkot, és szerintem is így kell lássuk a világot, hogy felelősségünk van abban, hogy a tudásunkat átadjuk a fiataloknak. És úgy gondolom, hogy ne bízzuk ezt az iskolára. Jelenlegi helyzetünkben a történelem könyveknél sokkal igazabbak a családi krónikák, és sajnos ez a Béla bácsi megfosztja a gyerekeket, meg az unokákat, meg ahogy mondtam, az unokák unokáit, attól, hogy valamiféle hiteles forrásból értesüljenek arról, hogy mi történt régen, és mi történik most. És hogyha követnék a ő fiai és az ő unokái, és ők is elmesélnék a dolgokat, akkor a leghitelesebb forrásból tudhatnák meg, esetleg 200 év múlva élők, az egész történelmünket. Legalábbis azt, amit most el tudunk mondani, ami megtörtént velünk. Úgyhogy én azt javaslom, azt ajánlom mindenkinek, és azt kérném mindenkitől, hogy ezt a saját családjába mindenki tegye meg. Kis diktafonok nagyon olcsón kaphatók, könnyen kezelhetők, és már egész jó hangminőségben dolgoznak. Meg is mutatom a képen, hogy én miért használok, az idő megy tovább, egyre jobb, egyre olcsóbb, és egyre kisebb ilyen diktafonok lesznek. Esetleg nem is kell tudni a nagymamának, ha olyan, hogy felvétel készül, de szerintem még jobb, hogyha elmondjuk nekik, hogy fontosak ezek a dolgok. Fontosak ezek a dolgok, és ő is készüljön arra, hogy elmeséli egész életét, meg mindazt, amit el akar mondani. Ez egy szép alkalom, összejön a család, leülnek, és mondja. Én édesapámmal ezt megcsináltam, természetesen nagyon sok hanganyag keletkezik. Én körülbelül 85 órát vettem fel vele, amit szétvagdostam minden alkalom után, rendszereztem, hogy milyen témákat említett, és szerintem ez egy nagyon érdekes felvétel lesz az utókor számára. Azt mondom tehát, hogy mindenki készítsen ilyen hangfelvételeket otthon,
mert a szülőknek is programot ad vele, nagyszülőknek is fontosak lesznek saját maguk és a család számára. Szerintem ezek a hangfelvételek, és azok a pillanatok, azok a délutánok, amikor ezek készülnek, összehozzák a családot. És hát én annyit mondok, hogy ha semmi nem történik, csak annyi, hogy addig sem néznek tévét, akkor már nagyot lendítettünk saját lelkünkön. Ezek a felvételek digitálisan készülnek manapság, és ez azért fontos, mert nagyon könnyen és nagyon gyorsan másolhatók, több helyre eljuttathatók a családban, és így az utókor első kézből fog értesülni arról, hogy mi történt itt, nem pedig a hazug történelemkönyvekből, vagy a még manipulatívabb televíziókból, ami úgy látszik, hogy egyenlőre nem kerül a magyar emberek kezébe itt ezen a földön. Ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon sajnálom, hogy a másik széket el kellett innen tolnom, mert Béla bácsi nem mondja el többet. Most múlik pontosan.